Pesovár Ferenc születésének 90. évfordulóján a magyar néprajz, néptánc és népzene egyik legkiválóbb képviselőjére emlékeztek a Kirányi Napok programsorozat nyitányaként az Alba Régia Táncegyüttes Malom utcai székháza előtt megrendezett kiállításon. Fehér folt volt a néprajzi térképen, Fejér megye Mezőföld, és az ő alázatos munkájának, illetve szenvedélyének, fanatizmusának és tudományosságának köszönhetően egy olyan gazdag népzene, néptánc és népszokás kincsre, illetve tárgyi alkotói kincsre lelt, hogy a mai napig a Dunántúl egyik reprezentatív tájegysége Mezőföld. Az együttes egykori népviselet és néprajzi tanácsadójának Fejér megyei gyűjtései mind a tárgyi, mind a néptánc, népzene és népdalkincsre vonatkozóan rendkívül jelentősek. Elég régi az ismeretség valóban, hisz ilyen 1960 körül datálható. Hát 58-tól van itt, de 60-tól került oda ilyen néprajzi tanácsadónak az együtteshez. Én akkor még táncosként ismertem őt, és hát meglehetősen furcsa, öntörvényi embernek ismertük akkor is, kicsit még féltünk is tőle, mert olyan szigorú tekintete volt, és amikor megláttuk táncolni, akkor meg csak ámultunk. Pesovár Ferenc szakmai életútjának különlegessége, hogy az általa és táncfolklorista kollégái Andrásfalvi Bertalan, Borbé Jolán, Mász László, Martin György és Pesovár Ernő által gyűjtött magyarországi és erdélyi néptánc és népzenei anyag felhasználásával indulhatott meg az 1970-es évek elején a táncház mozgalom.